Szeretettel köszöntöm a Hitélet nézőit! Mai műsorunkban a Szociális Testvérek Társasága szerzetesi rendet szeretnénk bemutatni önöknek. Az idei kerületi gyűlésük záró eseményére kaptunk meghívást, amely szentmisével kezdődött a Magyarfenesi Római Katolikus templomban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A rendet Slakta Margit 1923-ban alapította, aki az első női parlamenti képviselő volt Magyarországon. Az alapítónak az volt a célja, hogy úgy tudjanak jelen lenni a társadalom különböző területein, hogy a szakmaiságon keresztül a keresztény lelkületet ismertessék meg az emberekkel, ezáltal társadalomformáló szolgálatot teljesítsenek. Korábbra kell visszamenni, mint 1923, mégpedig az első szociális enciklika, a Rérum Novárum idejéhez kell visszamenni, mert az inspirálta azt a gondolatot, amit nem a mi alapítónk, hanem Farkas Edith hozott aztán létre a Szociális Missziós Társulat néven, és ez pedig az egyháznak a szociális tanítására való válasz volt, egy ilyen hívás, hogy részt vegyünk az egyház társadalmi küldetésében. Ugye az első világháború után vagyunk, és hát rengeteg a nyomor, és hát az az alapító gondolat, hogy a karitatív munka az nagyon szép és nagyon jó, de a szociális problémákat a gyökerében kell megoldani. Hogy lett ebből Szociális Testvérek Társasága 1923-ban, az úgy történt, hogy a Szociális Missziós Társulat alapítója változtatni akart a szabályzaton, és valahol úgy érezték a rendtársak, hogy az alapító eredeti gondolattól kezd eltérni az új irányzat, ezért többen mondták, hogy ők szeretnének az eredeti gondolattal maradni, de hát erre elbocsátották őket, és akkor 1923. május 23-án egy alakuló gyűlésen kimondták, hogy hát mi folytatjuk azt, amit elkezdtünk, mi a fogadalmainkat érvényesnek tartjuk, és akkor megalakult a Szociális Testvérek Társasága. Na most az erdélyi szempontból azért izgalmas, mert szociális missziós nővérek 23 előtt már itt voltak Erdélyben, mégpedig Temesváron. És amikor 23-ban a Szociális Testvérek Társasága megalakult, akkor az erdélyi csoport csatlakozott az eredeti gondolat továbbvivőihez, Slakta Margit testvér kezdeményezéséhez. Ez volt a gondolat, hogy először is részt venni az egyház társadalmi küldetésében, és túl látni a karitatív szolgálaton, mégpedig olyan munkában részt venni, ami a szociális bajok megelőzésére törekszik. Tehát nem csak orvoslására, hanem megelőzésére. Hol lehet megelőzni a szociális bajokat, hanem a törvényhozásnál. Tehát, hogy olyan törvényeket kell hozni, amelyek valahol az értékek mentén képviselik az emberek jólétét. Gyakorlatilag az alapítás óta, hát, illetve Kolozsváron később telepedett le a közösség néhány évvel, mint az alapítás, de azóta töretlenül, megszakítás nélkül, és ebbe a megszakítás nélkül beleértem a szétszóratásnak, az illegalitásnak az évtizedeit is, jelen van a közösség. Az még a Kolozsvár úti könyvekben is szerepel, hogy a hajdani melódi szállodát a testvérek működtették. Márton Áron püspök több alkalommal is megszállt, hogy az akkor, amikor ezt a szállodát kezelésbe vették, akkor az egy nagyon nagy dolog volt, mert nem volt divat a vendéglátóiparban nőket foglalkoztatni, és ehhez képest, hogy főnöktől a takarító személyzetig mindenki nő, az nagyon új volt, és nagyon, tehát az úttörő jelleghez, az úttörő lelkilethez hozzátartozik. Vagy hát a Szent Mihály Plébániának a vonzás körzetében ott voltak a testvérek kezdettől fogva, első perctől, és ennek most számunkra egy nagyon szép, nem is tudom, válasza, vagy szimbolikus jelentőségű eseménye, mozzanatta, hogy a restaurálás után a közösség hajdani anyaházából kikerült oltár lett a Szent Mihály templom az oltára. Ahogy az alapítónk megfogalmazta, hogy a mi közösségünk szentlelkes és szociális. És nem véletlenül van a jelvényünkön a Szentléleknek a szimbóluma, mert Szentléleknek átadott közösség vagyunk, tehát a Szentlélek tisztelet az központi helyet foglal a lelkiségünkben, és hogy ez úgy köthető a szociálishoz, hogy minden társadalmi problémának végső soron a gyökere a lélektelenségben található meg, vagy kereshető és található meg. Tehát amikor az ember az élete és a világa megszervezésében elszakad a gyökerétől, elszakad az Istentől, elszakad az isteni törvénytől, akkor elkerülhetetlenül egy igazságtalan rendszert épít maga körül, ami generálja a szociális problémákat, a társadalmi problémákat, a rendszer problémákat. Az hoz megoldást a szociális problémákra, hogyha visszatér a lélek a működésmódunkba. Nem, mint hogyha a Szentlélek nem lenne mindenhol jelen, csak mi nem vagyunk jelen a lélek működése számára. Az az izgalmas, hogy ez mennyire aktuális. A Ferenc pápának a legújabb szociális enciklikája, Fratelli Tutti, nemrég látott napvilágot, és olvasva ezt az enciklikát olyan, minthogyha az alapítónknak a gondolatait olvasnám. Egyszer el is kezdtem így egymás mellé tenni, szinte mint a tükör, egyik tükrözi a másikat. Mi apostoli élettársasága vagyunk, ez egy kicsit más, mint az ilyen klasszikus szerzetes rendek, és hát azért is rejtőzködünk, úgymond, mert hát az emberek ilyen, bár még ha tudatosan törekednek arra, hogy ne legyenek előítéleteik, de mégis csak vannak előítéletek, sztereotípiáik. És akkor ugye, hogyha meglátunk egy klasszikus beöltözött szerzetest, akkor rögtön van egy fantáziánk arról, hogy mit kéne csináljon, vagy hogy kéne legyen, és mi ezt valahogy ezzel kivédjük, mert először megmutatjuk azt, hogy kik vagyunk valójában ott legbelül, keresztények, Krisztus hívők, Istennek adottak, Istennek szentelt életet élők, minden mesztől függetlenül, és akkor persze vannak formák is, ugye van egy szép érmünk, van egy gyűrünk, ami kifejezi, hogy hát ennyi jel van, hogy valahová tartozunk, és akkor erről aztán majd lehet beszélgetni. De a karizma lényege pontosan ez, hogy benne lenni, jelen lenni a társadalomban. Nem elmenekülni, ugye, ahogy a sivatagi atyák tették, ugye a kezdetben, a kezdeti szerzetesség arról szólt, hogy hagyjuk itt ezt a bűnös világot, és menjünk ki. Hát mi most pont fordítva próbálkozunk, hogy legyünk benne. És valahogy ez, én úgy fogalmazom meg magamnak, hogy ez egy olyan jézusi életmód. Hát Jézus is ott járt, kelt, gyógyított, amikor kellett, prédikált, amikor kellett, és ott volt az emberekkel. És ez a karizmáknak ez a leglényege, hogy benne lenni a társadalomban, és onnan belülről változtatni. Valójában azt hiszem, hogy a hivatásomnak az alakulásában előbb kristályosodtak ki azok a szempontok, hogy én milyen úton szeretnék Istennek szentelt személy lenni. Ilyen szempontjaim voltak, hogy nem akarok kolostorban élni, nem az a klasszikus, habitusos apácafátyol az én ideálom, hanem én a saját ruháimat szerettem hordani. A szakmámat nagyon szerettem, tehát azt nem szeretném semmiképpen elhagyni, és akkor ehhez kerestem közösséget. A többi az valahogy adatott, hogy szétnéztem itt is, ott is, és azt mondtam, hogy ez igen, ez egy talpra esett társaság, ezek vagányak a szó, minden értelmében, ezek nagyon el tudnak mélyülni, de teleszájjal tudnak nevetni, ha arról van szó. Kipróbálnak mindenféle rendhagyó dolgot, és később pedig hát láttam, hogy ez nem csak a felszín, hanem hogy ez az úttörő lelkület nagyon jellemző a közösségre, sőt ezt nagyon tudatosan az alapítástól kezdve felvállalják. Szabályzatunk úgy fogalmazza meg a karizmánkat, hogy a karizmánk lényege Istennek szentelt, és szakmailag jól képzett munkaerőt adni az egyháznak és a társadalomnak. Tehát nem feltétlenül csak egyházi munkakörben vagyunk, hanem a társadalom különféle szegmensében is. A lényeg az, hogy Istennek átadottan megszentelt életet, ugye megszentelt élet, szeretesi élet, és szakmai felkészültség az emberek társadalom szolgálatában, és emberközelben lenni. Ugye ez is rácseng a Ferenc pápa egyik gondolatára, hogy birkaszagúnak lenni. Szóval, hogy nem valahol elvonulva és távol a világtól, hanem ott az emberek között. Ugyanazokkal a problémákkal küzdködve, ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülve, mert úgy tudjuk átérezni, hogy hol van a szükség. A szociális érzékenység az egy nagyon tág dolog, a köznapi szóhasználat az a szegény gondozásra asszociál ennek a kifejezésnek a hallatán. Nálunk ez úgy az öndefinícióhoz is hozzá tartozik, hogy ez azt jelenti, hogy a társadalom egészéhez érezzük azt, hogy valamiféle küldetésünk van. Nyilván egy személyben nem lehet kicsitől nagyig mindenhova eljutni, vagy mindenhol ott lenni. Én nagyon tudatosan úgy megyek be, vagy úgy ülök le a munkám mellé, és úgy megyek tanítani, hogy bennem van annak az alapító kifejezésnek a tartalma, hogy elkötelezett és képzett munkaerők az egyház és a társadalom számára. Most ebből rám az elkötelezettség, remélem a képzettség vonatkozik, és mivel civil munkahelyen van, ezért a társadalom kap nagyobb hangsúlyt. Azt hiszem, hogy professzionálisan nyilván igyekszem a legtöbbet adni. Lehet, hogy egy kicsivel több a lélek bennem, mint hogyha nem lennék szerzetes nő abban, amit csinálok, de ezt abból tudom csak lemérni, hogy én nem tudok csak fejjel viszonyulni a témáimhoz. Akkor sem, amikor nagyon szakszerűen írok róla, vagy gondolkodom róla. Ez különösen a pszichológia témakörben egy nagyon kényes téma, mert ugye a pszichológia azt hirdeti magáról, hogy ő semleges, és nem visszük be kívülről az értékeket, mert azzal dolgozunk, azokkal az értékekkel, amiket magáénak vall a kliens. Hát ebben a semlegességben annyira nem tudok én hinni, és ez nem jelenti azt, hogy áthágom az etikai normákat, hiszen a pszichológus, a pszichoterapeuta a saját személyiségével dolgozik. Az, aki hozzám eljön, az tudja, hiszen ismert vagyok, tudja, hogy én milyen értéket képviselek, ki vagyok, de nyilván, hogyha eljön, hogy a depressziójával dolgozunk, akkor hát én nem fogok egy szentírási idézettel visszaválaszolni, de előbb-utóbb eljutunk oda, mert hiszen a pszichológia is csak egy eszköz, valameddig eljutunk, de van ott még egy lépés, és aki nyitott rá, akkor meg tudja tenni azt a lépést, mert ott legbelül valahol mindenki Istenre szomjazik. Aki egy kicsit is foglalkozik magával, és ezért szeretem én a terápiás munkát, mert aki eljön terápiára, az foglalkozni akar magával, az szembe mer nézni magával, és ott megtalálja bizonyára Istent. Nagyon sokféle területen vagyunk jelen, és ugye ez attól is függ, hogy melyik országban. 5 országban vagyunk jelen. Tehát az, hogy hol, milyen szolgálatban vannak jelen a testvérek, az attól függ, hogy milyen a képesítésük azoknak, akik éppen beléptek, milyen lehetőségek vannak az országon, milyen szükség van az adott helyen, az egyháznak mire van szüksége, a világnak mire van szüksége, és mi az, amire válaszolni tudunk. Vannak köztünk tanárok, szociális munkások, orvosok, egészségügyiek, hitoktatók, terapeuták, gazdasági szakemberek, tehát hogy nagyon széles a paletta, amikor a szolgálatainkról van szó. Részben attól vagyunk mások, hogy mindenki hozza a saját hivatását, mesterségét, most a hivatását a szakmára értem, tehát szakmánkat hozzuk és tovább műveljük. Nyilván az, hogy szerzetesek vagyunk, az valamiféle ilyen, hát ad egy kis plusz spiritualitást, többlet spiritualitást a szolgálatunkhoz, a munkánkhoz. Azon kívül az sajátosságunk, ezzel szoktak is csodálkozni, hogy ezt nehezen is értik, hogy nekünk nincsenek saját intézményeink. Tehát egy tanítórendnek, vagy betegápoló rendnek ott van az iskolája, a kórháza, a zarándok központja, bármilyen, ami az övé, és abból él meg a rend, hogy hát azt fenntartja, működteti. Mi pedig megkeressük, megtaláljuk a saját munkahelyeinket, a fizetésünkből élünk, és mint egy kovász próbáljuk elvinni a lelkületünket, vagy odavinni a lelkületünket, ahova a küldetésünk szól. Egyházjogilag a közösség úgynevezett apostoli élet társasága, vagy pápai jogú közösség vagyunk, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a Szentszéknek vagyunk alárendelve, ezt 1998 óta kaptuk meg. Ez kiváltság, mert az magasabb fok, mint a püspöki alárendeltségbe tartozás, az nyilván nem jelenti azt, hogy nekünk ne lenne közünk a saját megyés püspökünkhöz, vagy hogy ne lenne kapcsolat, ne lenne, csak hát nem szól bele a belügyeinkbe. A kerületi gyűlés egyik legfontosabb pillanata a Szociális Testvérek Társaságának Tordaszentlászlói Csendházának a megszentelése volt. A ház egy új szolgálati területet indít el a társaság életében. A ház gondolata akkor született meg, amikor sokan azt a kérdést fontolgatták, hogy menni vagy maradni, és mi ma elolvastuk az erdélyi kerület alapítójának egyik levelét, amit 1944-ben írt, és ahol ez volt a kérdés, a történelmet ugye nem fogom most elmondani, mindannyian tudjuk, hogy menni vagy maradni. És valahogy azt érzem, hogy a testvérek mindig a maradást választották, a kitartást, ott lenni, ahol mindenki más. Így írt ebben a levelében Augusta testvér: bármennyire várjuk is halálra szántan az elkövetkezendőket, mindig van egy halvány reménysugár. Hát ha. Hát valahogy így éltük meg mi is ezt a kicsi házikót, miközben úgy nézegettük, meg gondolkodtunk, hogy akkor hogyan tovább Erdélyi kerület. Ezt a házat, hogy ma itt állunk, az elődeink és az ő kitartásuk tették lehetővé, hogy ezen a kicsi telken itt állunk. Telkeket és házakat vitt el a történelem vihara a testvérektől a 100 év alatt. De Isten mindig újjá építette a testvérek házait, és ehhez nem kellett semmilyen kompromisszumot vállalni. Alapító testvéreink és az utána következő nemzedékek verejtékes munkája árán állhatunk ma itt is, ezen a kicsi telken, és léphetünk be a kicsi házba. A Csendháza mögött egy vízió áll. Az árral szembe szeretnének menni. Nem a mennyiségre, a nagyságra, hanem a személyességre és minőségre törekszenek. Aki egy csendházába belép, annak fel kell vállalni az intimitást. Azt az intimitást, amelyet a világ más módon ismer. Ezt az intimitást a természetfelettiségnek nevezik. Jegyesei kapcsolatban vannak Istennel, és ennek a boldogságára szeretnének másokat is lelkesíteni, segíteni, kísérni. Fogalmazza meg a ház rendeltetését az elöljáró. Tehát aki ide betér, az kap egy csendes időt, amikor reflektálhat, amikor visszagondolhat, kiértékelheti az életének az eltelt szakaszát. Tehát például, ha valaki válaszúton van, akkor ugye nagy váltások, fordulatok után, vagy nagy lefáradások esetén jó dolog a csöndben megpihenni, és visszapillantani, hogy mi történt. A csendháza ebben kíván helyszínt biztosítani, csöndet biztosítani, szép tájat, szép kilátást biztosítani, igény esetén nyilván kíséretet is. Egyáltalán egy olyan nyugodt, szent teret szeretnénk itt belakni, létrehozni, mert hogy az nem magától lesz, hanem az úgy keletkezik azáltal, hogy emberek ide jönnek, ahonnan feltöltődve lehet aztán visszamenni. Hát ugye az alapítónknak volt az a mondás, hogy a puszták rejtekéből az élet centrumába. Most ő ezt a közösségünknek a karakterére vonatkozóan mondta, de ez bárkire érvényes lehet, hogy szükségünk van a pusztaság óráira, amikor feltöltődünk, amikor magunkhoz térünk, amikor a pörgésünkből kiszállunk egy pillanatra, hogy erőt gyűjtsünk a következő körhöz. Régóta gondolkodtunk, hogy a szolgálatainkat hogy szervezzük meg. Nekünk saját intézményeink nem lehetnek, mert akkor az nagyon lekötne. Tehát részt kívánunk venni a társadalomban, a saját szakmaiságunkon keresztül. Marosfönn van egy olyan házunk, ahová emberek jöhetnek táborba, elcsendesedni, és így azon gondolkodtunk, hogy itt Kolozsvár környékén is jó lenne, és mi az, amire a ma emberének szükség van, hogy hogyan tudnánk segíteni. És egy nagyon erős hívást éreztem arra, hogy olyan sok a szöveg ma, és mire van szükségük az embereknek? Csendre, de nem engedhetik meg maguknak, illetve nem nyílnak erre rá. És így már régóta így kijárunk ide Szászfenesre, Magyarfenesre és ugye gyerektáborokkal, és hogy érlelődött bennünk, hogy egy ilyen házat, ahová befogadhatnánk másokat. Ugye Kolozsváron is van egy házunk, de az emberek egy kicsit olyan óckodnak, próbáltunk oda is hívni embereket, ott, ahol mi lakunk, hiszen mi nem kolostorokban lakunk, hanem olyan házakban, amelyek nyitottak, de hogy akkor egy kicsit az emberek óckodnak. És akkor legyen egy olyan ház, ahová be lehet jönni bármikor, amelyik nyitott, amelyik nem úgymond egy ott lakó közösségnek a háza. Ez volt az egyik gondolat, a másik pedig, hogy nagyon szeretnénk az ifjúságot ránevelni a csendre, és úgy láttuk, hogy ez a kis ház itt alkalmas, nincs túl messze, tehát egy egyetemistának nem gond ide kijönni, és így lett. Indítunk egy lelki kabát műhelynek nevezett programot, amelynek az a célja, hogy fiataloknak segítsen megtalálni azt a kabátot, amelyik pont ráillik, hogy valamerre köteleződjön el az életben. Azzal a kéréssel köszönünk el kedves nézőinktől, hogy keressük meg mindannyian azt a szolgálati területet, amelyen a társadalmunk jobbá formálásáért dolgozhatunk. Az Úr legyen ti veletek a következő hét minden napján. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdély Magyar Televízió YouTube csatornáján.